Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Na, sikerült-e valamit kitalálni, vagy kideríteni még ezekről a bejelentésekről, vagy egyelőtt többet nem tudunk, András? Hát egyelőre nem. Jó, mert hát a utazással kapcsolatban is érkeznek információk, azt majd föltesszük Ács Gábornak utazási rovatunkban. Sziasztok, szerintetek lehet egyszer a millásban a NAV dolgairól beszélni, az idézőjelben a dolgairól, vagy kínos? Arra gondolok, bármikor. hogy, az miért van, hogy most már egy hét csúszás után inkasszózik? Teljesen életszerű, hogy a legbecsületesebb cégek is csúszhatnak járulékokkal, láfával. Húsz éve működő cégem van, legálisan, szabályosan, soha nincs milliós tartozás, de mégis már egy hét után figyelme és később inkaszóznak. Meg kell védenem a Navót, mert én meg három hetet csúsztam, és nem inkaszózott. Uh -huh. Hozzáteszem, itt is a már nem említett, de egyre több borsot törő bank aludas, ugyanis adtam egy internetes megbízást, természetesen áfa befizetése, majd aznap keltezett levélben értesítettek, hogy a megbízás technikai okokból nem teljesül. Uh -huh. Igen. Tehát én mondjuk feladtam azt hiszem 18-án, hogy 20-án utaljanak, és ez a levél, mire eljutott hozzám, az két hétbe telt. Jó, ez az én hibám. De mivel a tegnapi adategyeztetésen is elkérték az e-mail címemet, valamint a mobil számomat, nem lehetne, hogy valaki küld egy automatikus e-mailt, amit talán szépen. el is olvasok. Tehát... Szerinted foglalkozik ezzel bárki is. Ez olyan, hát, András, és mint amikor... És ha a bokámat, mert tök nem teljesítettek azt a megbízást, hát, amivel én, az, kize, amivel na, én megbíztam hibád, őket. mert két hét mindig van egy dolog, amire rá lehet fogni. Itt például rögtön megragadnám azt, hogy vagy kiragadnám belőle, hogy te nem jutottál időbe hozzá. Úgyhogy... Emberek levélben értesítettek. Öh, még tudom, nem borzasztó. Mondom, nem teljesült egy online megbízás. Nagyon, nagyon, mindjárt sírok komolyan. Igen. De egyébként igaza van a kedves hallgatónak, én is bosszankodtam emiatt, nem volt teljesen egyértelmű ugyanis az utóbbi hónapokban, hogy mikor kell, vagy mikor nem kell katát fizetni, és kinek, kinek, mikor, stb. stb. Úgyhogy pont ugyanez történt, hogy... Ne, 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 ez tényleg így volt. Hát arra én fizettem, mint a tiszt nem állítottam, mert most 150 ezer forintos pluszba vagyok. Na, látod, hát én meg nem akarok pluszba lenni, úgyhogy én figyeltem De mindig a ételek, híreket. Neked van és ugye ott van a vállalkozási számlán az arra félretett összeg, de rögtön jött a figyelmeztetés, és már utána jött volna az inkasszó is, egy olyan cégnél, ami mindig pedánsan, patina állapotban csillogott, úgyhogy tényleg egy ilyen kicsit fura, de hát emiatt aztán lehet morogni sokat. Köszi a filmtippet tegnapról, éjszakai Pisztoly Párbaj, tegnap rápihentem a péntekre. Köszönöm! Rápientem a péntekre a legjobb. A GDP adatok úgyis túl jók voltak a hét elején, azóta már profi lakmus próbázó vagyok. <laughs> Igen, nagyon jó jelenet a lakmus próba az éjszakai rohanásból és ajánlom mindenkinek, hogyha le akar nyugodni. Legfőképp azoknak, akik nem értik a spotunkba, hogy ki az az Alonzo Mosley. Alonso az annyiszor visszatér, és akkora a poén, Jafet nagyon jól hozta azt a karaktert. A film felétől Imáltam. kezdve már egy ilyen rezignált állapotba kerül, amikor már nem tud jobban felidegesedni. Bárhova bemegy, mindenhol ismerik Alonzo Mosley-t. Csak megkérdezik tőle, megkérdezi a munkatársaitól, amikor oda jönnek, hogy főnök van egy hírünk, és akkor ránéz, nagyon ideges leszek. <gül> <gül> Valószínűleg igen. Ez a válasz mindig. Szóval óriási, én is vinyogtam rajta, és mindenkinek ajánlom a, a film soundtrack aki, aki egy hosszabb autós utazásra megy, és ilyen nyugi zenét akar, de közben mégis valami jó pofát hallgatni. Óriási. Igen. Na, no, van egy még egy breaking hírünk, a Telex híre. Ugye emlékszünk 2012-re, amikor a magyar kormány vagy a magyar állam egyszerűen egyszer államosította a kafetéria rendszert, amiben több magyar érdekeltségi külföldi szolgáltató is. Dolgozott. Ugye onnantól csak állami Erzsébet utalvány és állami szép kártya volt, magánszolgáltatók nem lehettek benne a rendszerben. No, az egyik ilyen magán szolgáltató a szó volt, Igen. és perre ment a magyar állammal, mert hogy ők nemes egyszerűséggel azt állították, hogy kiszorították a magyar kafetéria piacról, hogy helyet csináljanak az Erzsébet utalvának, és a szép kártyának, és hát társaival együtt bírósághoz fordultak. Megvan a döntés, kérem szépen, ez a kiszorítás nekünk, magyar adófizetőknek 25 milliárd forintokba került, mert hogy egy nemzetközi bíróság a világbank beruházási viták rendezésének nemzetközi központja azt az ítéletet hozta, hogy 25 milliárd forintos kártérítést kell fizetni a magyar államnak, a francia utalványkibocsátó kibocsátó Sodexónak, emiatt a, a, lépés miatt 2010 erősen, erősen hangzik, így optimista pénteken. oké, okay, de próbáljuk meg, próbáljuk meg optimistán folytatni a műsort. Egyébként van rá okunk is, meg lesz jó témánk is. Aranyköpés rovatunk után majd a nagy életmód választóról fogunk beszélgetni. Lesz itt tíz szerencsés, aki, akinek egy éven keresztül a dietetikustól a személyedzőig mindent fizetnek, úgyhogy érdemes odafigyelni. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A mi milán...